estét kívánok! Kedves nézők, a minap kezembe került egy szórólap, és nem zárom ki, hogy önök is olvastak már ilyet. Én olyan lelkes lettem tőle, hogy engedjék meg, hogy felolvassam, hogy mi van ráírva. Allergiás fáradtan ébred, energiarendszerét harmonizálja a 21 kristályból készülő aura tisztító energia növelő medál. Itt is van a kezemben, itt ez a medál. Növeli a termékenységet és emeli a potenciát. Allergia, asztma, ízületi bántalmak, gyomor és bélbetegségek, lábszárfelkéj, vizenyő, általános fáradtság 3-6-7 medál hordás után jelentősen javultak, illetve meggyógyultak a visszajelzések 9 éves tapasztalata alapján. Gyermek, időskorú és várandós részére is kitűnő. Felnőtt méret 900 forint, gyermek méret 525 forint, megvásárolható Majoros János villamosmérnök és bioenergetikus. Nál gondolom, nem a Majoros János vásárolható meg, aki egyébként itt áll ugye a sárga oldalon, oldalán pedig Gárdonyi Ágnes. Hát kedves Majoros János, ilyen reklámot még termék nem kapott, aztán a televízió. Az megint biztos, igen. Ez egy nagyon nagy reklám. Hát én azt szeretném kérdezni, hogy ez mind igaz? Ez még mind igaz, és még igazabb. És hát ez egy régi szórólap, nem 9, hanem 12 éve gyártom, saját kezüreg otthon, az asztal sarkán, és 21 kristályból azért készül, hogy minden egyes szernek a saját rezgését tartalmazza. Most hát ez az egy, amit itt a kezemben igen. tartok. Mindjárt meg, aha. Tehát ez, ugye így abban 21 látszik. Kristály van. Ebben van 21 kristály. Így van. És hogyan van ez összetömörítve? Ott pont egy színterem tart a kezébe, ott a hátulján lehet látni azt a színeset, pont ami ott elő van. Igen. Ha a közelről nem tudom, hogy látszik, hogy látja a igen, kamera. Mindegy. Szóval ez így színes, összetöm. Minden piros, zöld, mindenféle kristályok látszanak benne, és megfelelő arányban összekevert 21 kristályról van szó. Azért, hogy tartalmazza az összes szervi rezonanciát, tehát ahogy veszélyre, összes szervi rezonanciát azért, hogy ne külön-külön kelljen mindenkinek külön lemérni, hogy milyen energiahiánya van, milyen betegségre, hanem a teljes, mondjuk veszélyre általában, ahogy gyógytárt iszunk, benne van a veszélyre, mondjuk a vénuszi rezonanciájú rózsakvarc, mondjuk az epére, benne van a hematit, ami marsikus, rezgésű, és így tovább, tehát nem kell külön-külön vacakon idézelbe, hogy kinek milyen energiahiánya van, hanem benne van a teljes spektrum, és ezáltal ilyen olcsó ez a medál, mert sokszorosára lehet adni, tehát ez egy nagyon-nagyon olcsó és elképesztően jó hatásfokú. De egyszerűen... rákot nem gyógyít, tehát a 23 féle lenne benne rákot. Hát az a 24, na most az a daganatos betegségeknél az a probléma, hogy a szervezet tele van mérgekkel, és az immunrendszer nem működik. Na most a biogenetikusnak mi a dolga? Az, hogy egyrészt felméri az állapotát mondjuk a páciensnek, még ha daganatos betegség van akkor is. Mivel? Biogenetikai eszközökkel, akár eszköz nélkül. Bioenergiai eszköz az? Hát mondjuk radioesztéziás eszközökkel, tehát az a felmérés része, állapotfelmérés, és van egy terápia. Lengyelpálcával, ingával, vagy harmadik szemmel. Ezzel felméri a beteg állapotát. Így van. És utána megállapítja, hogy mi az energiahiánya, melyik test részén milyen hiány van. Adott reflexen a térképpel is be lehet rajzolni ezeket. Én úgy szoktam, hogy elém áll valaki, nem is mond magáról semmit, és centire megmérem azt, hogy... is tudja, hogy mi találkoztunk ebben a műsorban, és az, hogy önnek már nincs itt szüksége se ingára se. Igen, harmadik szemmel megnézem, és harmadik akkor lerajzolom, hogy melyik testén milyen hiányok vannak, és azt átrajzolom egy reflexen a térképre. Az adott pontok ott fájnak is, érzékenyek a lábon, függen attól, hogy milyen energiahiánya van. A zóna az a láb. Láb. Hát lábekéz, de általában láb. Láb és kéz. Láb és kéz. De na. Nagyon sok reflexen van a testen, tehát mindenféle egyéb is, de főleg azt a lábot szokták általában használni. Hát kérem szépen, ez egy csodaszer, és én azt gondolom, hogy ennél szebb expozíciót nem is találhattunk volna. Szeretettel köszönöm Raskó Gábort, és mellette ismét Vasi Zoltánt. Tessék parancsolni. Nagyon érdekeset hallottunk tényleg. Én azt mondom, hogy nagyon nehéz az ilyeneket vizsgálni szkeptikusan, kicsit kételkedve, mert olyan gyógyulásokról beszél, ami nagyon nehezen vizsgálható, de szerencsére Majoros János a egyik előző adásban egy olyan teszt lehetőséget is fölvázolt, amelyet meg lehetne csinálni, el lehetne végezni ezt a tesztet, és én azt szeretném a műsor során, hogy minimálisan jussunk el odáig, hogy ténylegesen hogy lehetne tesztelni egy ilyen eszközt, mint ez a medál például. Van erre valami elképzelés? Hát erre van elképzelés, és van is rá mód.
csak az az én elképzelésem, hogy ilyen műsor keretén belül igazán elég nagy, tehát a Fraskó úr fölállotta, hogy ő szerint, hogy egy 60-70%-os arányal találja el bárki, hogy megdobottban van, vagy nincs medál, akkor ő azzal megelégszik. Én ezzel nem vagyok megelégedve. Nem beszélnek, bocsánat. Tehát az, hogy ezek szerint egy, beszéltek előre. Beszéltünk erről, igen, hogy van egy doboz, amiben nincs medál. Az ajánlatot mondja Gábor. Igen. Igen. Azért beszéltünk róla, mert az az általános tapasztalat, hogy ha olyan tesztet próbálunk csinálni valakivel, ami nincs megbeszélve, akkor az nagyon könnyű utána eltérni attól, hogy miért nem sikerült a dolog. Úgyhogy én annak a híve vagyok, hogy mindig megbeszéljük, hogy miről szól a teszt, mi a sikerkritérium és mi a sikertelenség kritériuma. Úgyhogy én a műsor keretében minimum azt szeretném bemutatni, hogy mi hogy állunk hozzá szkeptikusan, de bizonyos értelemben pozitívan, nyitottan egy ilyen jelenségvizsgálatához. Szeretném, hogyha lépésenként végigmennénk ezen. De most ezzel kapcsolatos? Ezzel kapcsolatos. Azért én hivatkozom. Mondd el, hogy mit tanácsoltál, és aztán majd Magyarország elmondja, hogy reagál. Tehát a múltkori előadásban megtudtuk, hogy az egészségügyi törvény keretében végül is Majoros úr vizsgáztatja a természetgyógyászokat, és ennek a természetgyógyászat vizsgának az egyik eleme az, hogy bizonyos tárgyaknak a auráját, bioenergia mezőjét mondjuk érzékelik a hallgatók, és ez alapján derül ki, hogy mennyire jól végezték el az iskolát. Tehát például egy dobozba almát tesznek, vagy valami más dolgot, különböző gyógyszereket, és akkor ők érzik azt, hogy mekkora ennek az aurája. Én szerintem ez egy olyan speciális lehetőség, amelyet tényleg le lehetne tesztelni. Bocsánat, jól értem, tehát, hogyha van ez a vizsga, amit a törvény ír elő, akkor a jelöltnek meg kell éreznie, hogy melyik dobozban mi van? Nem azt kell elmondani, hogy mi van a dobozban, hanem az, hogy például az, hogy mondjuk narancs, nem gyógyszer, a narancs, vagy alma, vagy banán, ilyesmi van egy betakar doboz alatt. Ugyanakkorák a dobozok? Igen, nem veszik fel a gyümölcs alakját? Nem. Ugyanolyan dobozok, tehát mondjuk valamilyen, vegyük azt a cipős doboz. És akkor egy másik ugyanilyen doboz, ami ettől egy-két étele van, az alatt mondjuk, hogy egy pénztárca van, vagy egy mobiltelefon, tehát ami nem élő dolog. Igen. És annyit kell csak a jelöltnek, mondjuk a vizsgázónak megkülönböztetnie, hogy az élő, mondjuk egy sejmes rezgést érez-e, vagy pedig egy szurkáló kelmetlent érez a másik doboz alatt, és meg kéne mondani, hogy ez a másik az, de... És milyen arányban szokták eltalálni? Hát nem a közepes arányban, tehát az a tapasztalatunk, hogy nem ez dönti el, legfeljebb fél jegyet fölfele vagy lefele húzunk emiatt, tehát nem ez a vizsgának a főpontja. Tehát hogyha mondjuk hármas mérs között elvárható, hogy az egy biogenetikus... Mert abból indulunk ki, ugyebár, hogy ezeknek az élő anyagoknak más a kisugárzásuk, mint a pontosan holtanyagoknak. Igen. De a vizsgán... De ezt érzi. Ezt érzik. De ön, a vizsgán... ön. Ezt én is érzem természetesen. Na. Tehát például hoznak nekem mondjuk valamilyen szerkentyűt, ami egy új dolog, mondjuk egy mácsos lepedőt, vagy egy bármilyen szerkentyűt, amit ilyen biogenetikai energianövelésre használnak, annak én megmondom, hogy milyen a struktúra, hogy egy struktúra sugárzó, például igen, mi az alapellé, és így tovább. Értem. Mi volt az ajánlat? Az ajánlat a következő volt, mivel kiderült, hogy esetleg nem teljesen egyértelmű az a vizsga, amit a tanulókkal elvégeztek, én megkérdeztem Majoros urat, hogy mi az a pár, amit a legszívesebben vizsgálna. Tehát mi az a két dolog, amit meg szeretne különböztetni, és végül is arra jutottunk, hogy talán az lenne a legjobb, hogyha az ő általa energiával feltöltött medál jelenléte, illetve hiánya lenne ez a kísérlet. Most úgy, hogy mindenki értse. Tehát egy dobozba vagy beleteszel ilyet, vagy nem, és Majoros úr mondja meg, hogy benne van-e, vagy igen. Nincs. Igen, én most nem a végső tesztet végzem el, csak oda sétálnék, és megmutatnám, hogy igen, hogy végeztük el. Azt mondtam, hogy megmutatom, hogy itt van egy medál, és beteszem egy gyufáskatujába, és kértem ellépve tőle, hogy mondja meg, hogy érzi-e a medál jelenlétét. Most csak játsszuk el a dolgot. Játsszuk el, tehát kézzel így lehet közelíteni, és persze itt van egy csomó más medál, tehát azt is lehet érzékelni. Lehet érezni a kis nyomás hullámokat, tehát bizonyos távolságban, mondjuk itt van egy kis rezgés, ami kicsit tömör, itt egy következő rezgés, ami még tömörebb, tehát egyre sűrűsödik, itt egy harmadik, és egyre sűrűbb, tehát lehet érezni egy kis burkokat a medál körül. Ezt olyan látó, aki látja mondjuk a televízión keresztül, még ha felvétel is, akkor is ezt látja, hogy ott vannak ezek a burkok. És most érezte? Persze, most konkrétan ott álltam meg a kezem, ahol volt a burok, sűrűsödés. Igen. Most egy ellentesztet is végzünk, tehát most egy üres, ebbe csak egy vatta van, egy üres gyufáskatuját, de ugyanazt adom végül is oda, és kérem, hogy nézze meg, hogy érzi-e. Hát igen, most van egy csomó más is, de...
Most ez befolyásolja persze az én saját tudatom, és láttam is, hogy nincs benne. Ez pont a radiesztézmának is a hátulütője, vagy ami úgynevezett prekoncepciója van a radiesztétának, vagy bármilyen érzékel embernek. Nyilván ezt én láttam, hogy nincs benne. Ahhoz képest a tudatomban van egy, ez világos, igen. Egy előkép, és ehhez igen. képest akkor már nem biztos, hogy érzem én ezt. Igen. És ehhez képest pláne mindig a méréseredményt befolyásolja a környezet, befolyásolja a tudatállapot, mindent befolyásol. Tehát azért mondom én azt, hogy a 60-70%-os méréseredménnyel vagy találati arányjal én nem lennék megelégedve, hogy 100%-kal megelégedve. Ismerem én az én barátomat, ez volt egy bevezetője valaminek, fogadjunk, mert ez még nem teszt. Ez természetesen nem a teszt, ez annak a vizsgálata, hogy mi mind végezhetjük el a tesztet, tehát megalapítottuk azt, hogy ezek szerint a medál az jó lesz arra, hogy annak a hiányát vagy jelenlétét egy gyufás katuján belül meg tudjuk határozni. Természetesen itt jön az, hogy ebből a kísérletből egy dupla vaktesztet kell csinálni. És én szeretném, hogyha Vasi Zoltán elmondaná azért az alapelveit egy ilyen dupla vaktesztnek, mert ebben bizony statisztika és egyéb dolgok is benne vannak. Vajuk, és statisztikát Zoltán. Tanít az ELTE-n például. Tulajdonképpen valószínűleg nem kell hozzá statisztika, mert többnyire olyan egyszerű az eredmény, hogy az látszik szemmel is statisztika nélkül, remélhetőleg itt is az fog történni. De a vaktesztnek az a lényege, amit a Majoros úr is mondott az előbb, hogy amikor ő tudja, hogy mi van, vagy mi nincs benne a dobozban, akkor azt tulajdonképpen mindent tehetetlenné tesz, mert hiszen akkor, ha az ember tudja, akkor persze, hogy érzi. Tehát ezért kell azt csinálni, hogy ha valaki olyan ember teszi bele a dobozba ezt, vagy nem teszi bele a dobozba ezt a medált, aki aztán kimegy, és nincs itt, és senki más nem tudja a helyiségben, hogy abban a dologban van-e, vagy nincs egy medál, és akkor nagyon sokan megy, és megállapítja, hogy van, vagy nincs. És ez meg persze, ugye ha egy esetben 50-50 a valószínűség, hogy véletlenül is eltalálja, vagy nem találja el, tehát ezt többször meg kell csinálni. Tehát ha mondjuk kettőből egyszer talál, az olyan, mintha akár érzi, akár nem, ez egy statisztika. Igen, is találok, illetve hát, hogyha érzi, akkor kettőből kétszer illene. Tehát itt azért eltalálni. Mondjuk úgy lehetne ezt ott, hogyha mondjuk 6 ilyen doboz van, az annyi, mint egy dobókockának ugye a 6 fele, és akkor az embereknek van egy bizonyos intuitív érzésük már arról, hogy abból egyet mennyire valószínűleg találnak el, az még mindig az 15-16% körül egyébként. De ha mondjuk ezt megismételjük többször ezt a 6-ból valóta, és amit mondjuk négyszerség, és mind a négyszer megtalálja a Majoros úr a 6-ból azt az egyet, azt mondjuk kiszámítottam, annak már bőven 5% alatt van az esély, ez véletlen. Hány százalék? Bőven ez már egy 1000 körül van, tehát ez már kisebb, mint 1%. És ezért, ha ezt a Majoros úr például meg tudja csinálni, akkor én el fogom neki hinni, hogy ő tényleg érez valamit, mert hiszen különben hát akkor honnan tudnak. Na most a kettős vaknak azért annyit még mondanék, hogy azért fontos az, hogy ne tudjuk mi többiek, hogy van-e benne valami vagy nem, mert az embereknek, legalábbis az emberek egy részének nagyon klassz tehetsége van ahhoz, hogy körülnéz és látja a többieknek a szemén meg a mozgását, nem lehet tudni pontosan, hogy minden, érzik, hogy most ha másképpen várjuk azt a dobozt, nézzük, akkor ha tudjuk, hogy van benne egy dolog, vagy tudjuk, hogy nincs benne. Na, és ezért ezt tehát mi legyen a kísérlet lényege? Gábor, ezt gyorsan, mert szerintem a nézők most már kicsit fel vannak ajzva. Igen, a kísérlet lényege az volna, tehát, hogy 6 darab ilyen számozott dobozt kitennénk egy asztalra, bizonyos távolságra egymástól. Ez egy dobókockával valaki dob egy számot, és ennek megfelelő számú dobozba berakja... Bocsánat, ez csak 5. Igen, lesz még egy 6. Igen, tehát 6 doboz körül az egyikbe beteszi a medált, most a többiben, most az egyikben sincs benne. Azért, mert bele van ragasztva, akkor ezt kell majd betenni valamit. És utána az illető, aki dobott és bedugta ebbe a medált az egyik dobozba, kimegy, és utána bejönnek azok, akik elvégzik a kísérletet, legszigorúbb értelemben ezt így kell csinálni, a dupla vak kísérlet, és a kísérlet vezető személye mellett a kísérletben résztvevő teszt személy pedig kiválasztja szerinte azt, amelyiknél érzi, hogy melyikben van a medál. Aha. Ez egy futam a sorozatból. Itt még túl nagy a valószínűség, ugye, hogy véletlen is kitalálja, tehát ezt meg is kételnénk négyszer. Érte. Gyönyörű szép. Kezdhetjük? Nem kezdhetjük. Tudnék, nagyon gyönyörű az egész elképzelés, és ahogy a kedves Zoltán, igen, köszönöm szépen, előadta, hogy bizony befolyásolhatta az egész tudatállapot, és vajon, hogyha azt az alapelvethez veszük, hogy ugye én azt vettem ki az egész vitából, vagy a szkeptikusoknak a kedves elképzeléseiből, hogy bizony a szkeptikusok egyáltalán nem hiszik el, hogy van biengetika. A biengia. Tehát azt mondják, hogy van egy fizikai sík, és azon a fizikai síkon, és az mérhető a fizikai sík különböző műszerekkel, és ezen kívül, ami nem mérhető, az nem létezik az elképzelésük szerint.